Ugye a mocsári teknős, mint hazánkban egyetlen őshonos teknős faj, védett állat, 50 ezer forint természetvédelmi eszmei értékkel bír ez az élőlény. Azért lett az év hüllője, mert a kétéltőek és a hüllők felváltva egymást követő években egyik évben kétéltő, másik évben hüllő lesz az év csúszómászója. Az idén a mocsári teknős, mint hüllő lett jelölve erre a posztra. A aktualitása ennek a megtisztelő címnek az, hogy általában a teknősök világszerte veszélyeztetettek, így a mocsári teknős is hazánkban is veszélyeztetett, hiába elterjedt az ország egész területén. Fejér megyében szép számmal van még szerencsére, Vas megyében már nem annyira szép számmal, itt egy kisebb populáció létezik, csak Sárvár környékén. De mindenhol fogyatkozik a száma, és azok a típusú élőhelyek, ahol ez a faj megtalálhatja életfeltételeit, sorra tűnnek el. Általában a vizes élőhelyek fokozottan veszélyeztetettek világszerte. Nagyon dekoratív kis állatról van szó, ami épp ezért megint veszélyeztetett, mert hazahordják az emberek díszállatnak, ami megint nem okos dolog. Egyrésztről azért, mert eltüntetjük magát a példányt az élőhelyről, és a szaporulatát is úgymond kivonjuk a forgalomból, ezzel gyengítve a teljes populációt. Ez egy ragadozó állat, dögöt, halat, békát, mindenféle vízirovart, csigát fogyaszt. Mivel hidegvérű állat, ezért telente hibernálódik, nyugalomba vonul, vízparti üledékbe, iszapba ássa be magát, és tavasszal, ugye április elején jön elő, április-májusban párosodik, és úgy május végén júniusban lerakja a tojásait. Aztán a kis fiatalok Magyarországon úgy szeptember környékén kelnek ki a tojásból, amik általában már csak a következő tavasszal jelennek meg a felszínen, és indulnak neki a nagybetűs életnek.